az egyik tárgyaláson, ma, amikor mit elmondtam a vádbeszédet, akkor az ítélet hirdetés előtt a folyosón oda jött hozzám a vádlott, és megdicsért, hogy nagyon szép vádbeszédet mondtam. és akkor mondta is neki, a, Igen, is neki az ügyvédje, hogy de ugye tudja, hogy az ügyésznő végrehajtandó börtönbüntetést kért magára, de hogy tudom, tudom, de hát attól még nagyon, tényleg nagyon szép vádbeszéd volt. Köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat a Budapesti Zsaruk Podcast újabb adásában. Mai vendégem dr. Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvívője. Szia, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Hogy szólíthatlak, Betty? Betty, Bettina, igen. Oké. Okay. Dr. Bagoly Bettina, Sikló szülöttje és a Fővárosi Főügyészség szóvivője, aki minden nap nyilatkozik szinte a tévének és a sajtónak. Milyen út vezetett idáig? Milyen volt a gyerekkorod? Hogy emlékszel rá? Igen, a gyerekkoromat Siklóson töltöttem, illetve 19 éves koromig egy egészen kis faluban éltünk a szüleimmel, ugyanis ők kertészkedtek, és itt volt lehetőségük rá. Nagy Kis harsány, de, kis van, de Igen, van nagy harsány is. Igen, ott van a szomszédos település. Ez egy 500 fős kis, kis falu, úgyhogy én igazából ott éltem 19 éves koromig. A szüleim, mint említettem, kertészkedéssel foglalkoztak, édesapám zenész volt mellette, és, és egy virágüzletünk is jelenleg is van anyukámnak siklóson. Legyen a reklámhelye, Siklós, nagyon jó hely. Jártam oda nyomozni, mikor még a Nemzeti Nyomozóirodánál dolgoztam, és a tenkes oldalában nagyon finom borokat termesztenek az ottani gazdálkodók. Bizonyám, bizonyám. Én is mindig mondom, hogy nyilván elfogult vagyok, de hát nagyon szeretem azt a környéket, úgyhogy, úgyhogy szívesen megyek haza azóta is. Én úgy tudom, hogy már gyerekkorban is kötöttél az állatokhoz. Igen, igen, nagyon szerettük a, az állatokat, mindig is volt kutyánk otthon, és amint volt lehetőségem, itt, itt, itt Budapesten is örökbe fogadtam egy kis kutyát, úgyhogy ez, ez megmaradta a kutyák, állatok iránti szeretet, meg rajongás, abszolút. Azt is tudom, hogy általános iskolában azért te a tanulmányaid mellett sokat léptél fel szavaltál, és sokat szerepeltél. Igen, a, a kommunikáció és a szép beszéd, ez mindig fontos volt a családunkban, és ez mindig fontos része volt az én életemnek is, már kiskoromtól kezdve. Ez ugye gyerekkoromban, iskoláskoromban abban nyilvánult meg, hogy rendszeresen léptem fel, illetve versenyeztem vers és prózamondó versenyeken, és úgy gondolom, hogy egyébként ez egy jó alapot adott a kommunikációs készségek elsajátításához, meg a szerepléshez is. Ha már szép beszéd, ugye 2017-ben kaptál egy díjat. Igen, 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 igen. Ez volt szóvívője. És ezt kitől kaptam? Kaptam meg. A Magyarországi Szóvívők Országos Egyesületétől. Tehát egy szóvívő nagyon... kollégák. Igen, ez egy, egy nagyon névos díj. Így nagyon nagy megtiszteltetés volt. Gratulálok Gratulálok. Köszönöm szépen. Az általános iskola elvégzése után mi következett? Pécs gimnázium, a Lővei Klára gimnáziumba jártam, utána pedig Pécset végeztem el az egyetemet is, és azután kerültem Budapestre. És hogy jött a jog? A jog. A jog. Érdekes. Én nem is tudom, ez ilyen 180 fokos fordulat volt amúgy az életemben, mert volt egy olyan időszak gimnáziumban, hogy én orvos szerettem volna lenni, de, de szerencsére így még időben váltottam, mert, mert úgy érzem, hogy sokkal sikeresebb tudtam lenni ezen a pályán. Az ügyészség pedig az, meg, az is nagyon korán jött nekem, már másodéves egyetemista koromban tudtam, hogy én ügyész szeretnék lenni, tehát én céltudatosan készültem az ügyészi pályára. És már kisgyerekkorodban ismertetted az első vádat? <laughs> igen, igen, van egy... Mi is, volt, <laughs> ez, mi is ez a sztori, Elmeséled? Igen, van egy aranyos kis történet, amit szoktunk itt családon belül mesélni. <laughs> kettő éves lehettem, és éppen ezért a nagypapám mondta mindig, hogy ez a gyerek már két évesen is tudta, hogy, hogy ügyész akar lenni. Volt egy, egy kedvenc mesém, egy rókáról és egy kis csibéről szólt, és hát már az igazságérzetem, az már akkor is megnyilvánult erőteljesen, és már a mese elején, mivel tudtam, hogy nyilván miről szól a mese, a mese elején már, már, már kiabálva ugráltam, szemöldökömet összeráncolva, hogy a róka hamiszta meg a pipit, nyilván ezt ilyen baba nyelven, hogy minél hamarabb kiderüljön az igazság, én ezt már a mese elején így, így elárultam, úgyhogy akkor nagy az igazságérzeted. Tehát akkor ez is hozzájárult ahhoz, hogy te ügyész legyél, vagy legalábbis erre a pályára orientálódj. Igen, abszolút ez benne mindig egy ilyen belső érzés volt, ami már gyermek, gyermekkoromtól is igazából volt. Tehát én empatikus voltam, hogy a szüleim is mesélték, meg amire már emlékszem. Úgyhogy ez az igazságkereső személyiségem, ez, ez, ez mindig is erős volt. Ez volt az egyik oka, igen, hogy, hogy az ügyészi pályát választottam, mert úgy gondoltam, hogy ebben pont ezért megtalálom majd önmagamat és ezt az igazságkereső személyiségemet. A másik ok pedig a az volt, hogy a büntetőjogot én nagyon-nagyon szerettem. És nagyon jó eredménnyel végezted az egyetemet is. Igen, summa cum laude végeztem az egyetemet. És nem fogalmazódott meg benned, vagy nem volt meg az a gondolat, hogy Pécsen maradj, vagy ott a szülői környezetben ér tovább az életed, és ott dolgozlen, akár ügyészként, vagy ügyvédként? Nem, akkoriban nem, úgy az élethelyzetem is úgy adta, hogy hogy Budapest, és ezt így nem bántam, mert nagyon megszerettem a fővárost, úgyhogy bár, mint említettem, azért hazahúz a szívem, de én szeretünk itt élni, úgyhogy. És hol kezdted a pályafutásod itt Budapesten ügyészként? A 8. kerületi ügyészségen. Kezdtem, és ugye utána ügyésznek is oda kaptam kinevezést a 8. kerületi ügyészségre. Gyakorló és milyen ügyekkel foglalkoztál? Mi volt a feladatod? Nyomozást is felügyeltem, és tárgyalni is sokat tárgyaltam. Valamennyi helyi bírósági hatáskörbe tartozó bűncselekménnyel találkoztam és foglalkoztam. Igazából mind a kettő feladatkör nagyon szerettem. Közel állt hozzám ugye a tárgyalás is. Tárgyalni talán még jobban, pont ezért, mert, ott, mert, ez, a, mert ez a kommunikáció iránti szeretet, meg ez a szép beszéd szeretet, ez, ez később is, tehát ügyészként is így, így meg, megmaradt, és ezért így tárgyalni is szerettem, hiszen hol máshol, hogyha a tárgyaláson ott azért a kommunikációs készségeket ott lehet hasznosítani, szerettem perbeszédet tartani, mondani. Úgyhogy van is egy egy jobb sztori ezzel Én. kapcsolatban. Az egyik tárgyaláson, amikor mit elmondtam a vádbeszédet, akkor az ítélet hirdetés előtt a folyosón oda jött hozzám a vádlott, és megdicsért, hogy nagyon szép vádbeszédet mondtam. és akkor mondta is neki, a... Igen, neki az ügyvédje, hogy de ugye tudja, hogy az ügyésznő végrehajtandó börtönbüntetést kért magára. De, hogy tudom, tudom, de hát attól még nagyon, tényleg nagyon szép vádbeszéd volt. Úgyhogy, úgyhogy így mind, mindkét feladatkört szerettem. Az jó dolog, hogyha az ellenség elismeri a jó tulajdonságainkat. És 8. kerület után, hogy a... Bocsánat, tanultál kommunikációt, vagy ez így zsigerből jön? Nem tanultam kommunikációt, de tervben volt egyébként, tehát ugye ezt nem engedtem el, ezt, annyira ezt a vonalát, tehát amikor már ügyész voltam, és megszereztem ügyészként a kriminalisztikai szakjogász képzettséget is. Azután én erősen gondolkodtam pont, hogy hogy nagyon jó lenne, szívesen végeznék, szívesen szereznék kommunikációs végzettséget is, hiszen abszolút hasznosítható ez az ügyészi munkámban. És akkor jött körülbelül ezzel egy időben pont az a lehetőség, hogy a fővárosi főügyész szóvivői pályázatot hirdetett a fővárosi főügyészséget. Én, én megpályáztam, és, és eredményesen is ez 2012. júliusában volt, tehát már majdnem tíz éve vagyok a fővárosi főügyészség szóvivője. De a csoportvezető ügyész is vagy. Igen, igen. A beosztásod ö, ö, szerint, és ö, ugyanúgy ellátsz ügyészi feladatokat is a kommunikáció ö, mellett? Az nem fér bele. Az nem fér bele sajnos. Kezdetben még volt egy ilyen elképzelés, de ezt hamar fel kellett ismerni, hogy ez egy teljes embert kíván itt a fővárosi főügyészségen a kommunikáció ellátása, sőt azóta már, már ugye csoportként működünk, úgyhogy ez... És hogy zajlik egy napot? Bemész reggel dolgozni, és akkor gondolom vannak előkészületek azokban az ügyekben, amiben majd sajtótájékoztatót kell adni. Ez hogy zajlik? Milyen megelőző feladatokat kell végrehajtanod, vagy hajtanod? Minden napra van tervezett kommunikációnk, tehát minden nap legalább egy sajtóközleményt a Fővárosi Főügyészség kiad. Ennek ellenére én reggelente nem igazán tudom, hogy aznap milyen erős munkanapom lesz, mert ugye az élet hozza a többit. Úgyhogy igen, reggel a sajtóközleménnyel kezdünk, és utána pedig ugye általában én 9 óra körül vannak az értekezletek a televízióknál, szerkesztőségekben, és akkor 9-10 óra körül derül ki. Meg a nap folyamán, ha még valami olyasmi történik, amiben meg kell szólalnunk. Úgyhogy van olyan, hogy tényleg úgy gondolom, hogy ez egy... Egy, egy kicsit lazább nap lesz, vagy könnyebb nap lesz, aztán kiderül a nap végére, hogy <laughs> a kilenc interjút adtam a nap végére, úgyhogy ez Ilyen így nem számítható. Folyamatos, folyamatos sokszor. Fel, felkészülés igen, kell, igen. meg hogy készen Készen legyünk, igen, és, és, és pont ez, hogy mivel ugye itt nincsenek határidők, itt minden aznapra kell az aznapi hírekbe, az aznap esti híradóba, tehát azonnal kell reagálni mindenre. Hiszen felgyorsult a hírvilág, az internet, minden tényleg másnapra már nem annyira hír, minden csak azna. Ezt szereted a, a, az egészbe, a kommunikációba, ezt a pörgést, ezt a mindig ott kell lenni a toppon történetet? Szeretem, szeretem ezt a pörgést is, hiszen persze abszolút része de azért az elején ez, ez megmondom őszintén nem, tehát ez olyan típus, olyan jellegű az elején, ezt azért nekem is meg kellett szoknom, azért kellett egy jó fél év, hiszen már kezdve úgy azzal, hogy az ügyészi pályafutásom az úgy kezdődött, hogy igazán mély vízben találtam magam, mert körülbelül kettő napja voltam szóvívő, igen, kettő napja, ez a harmadik napom volt, amikor már úgy volt, ő aznap már, ha szükséges interjút is adok, amikor berobbant egy nemzetközi sajtó érdeklődést is kiváltó nagy ügy, és hát ott találtam magam, hogy, hogy a valamennyi magyar televíziónak, rádiónak, de mellette BBC-nek, CNN-nek is nyilatkoztam az első olyan napomon, amikor, amikor úgy interjút is adtam volna, ez körülbelül tényleg háromnapos szóvivő voltam, úgyhogy mondjuk ott, pár napig nem aludtam utána, mert az kicsit sokkot kaptam, de, de az egy nagyon jó erős kezdés volt. Együtt érzek veled, mert néha nekem is kell az eredményes ügyeinkben kommunikálnom, és nagyon nehéz lényegre törően, szakzsargonokat hátrahagyva úgy kommunikálni, hogy mindenki megértse. Igen, ez a közérthetőség, ez, ez, nekünk is nagyon fontos, hiszen a szóvívőként is mi is ugye az emberekhez szólunk, az emberekkel szeretnénk megismertetni az ügyészi munkát, akik nem feltétlenül jogászok, ugye, és, és, és fontosnak, tartsuk, hogy, hogy, fontosnak tartjuk, hogy, fontosnak tartjuk hogy közérthetően fogalmazunk pont ezért. De ahogy szoktam látni a kommunikációdat, ezt nagyon jól tudod csinálni. Köszönöm így nagyon egyszer. jó helyen van az a díj, amit kaptál. Köszönöm szépen. Azt is szoktam látni, hogy nem mindig csak a ügyészség belső udvaráról nyilatkozol, hanem van, amikor szerintem munkaidőn kívül valamilyen lakókörnyezetbe. De biztos volt az életed folyamán valamilyen extrémebb helyzet is, ahol ahonnan nyilatkozni kellett. Hú, sok volt. Még egy párat volt. mondani? Vagy említeni? Tudnék, főleg most a frissebbekre emlékszem, ugye nyilván most, hogy ugye kis gyerekes anyuka vagyok, ez is hát ugye a mindennapi élethelyzetekben éppen játszótéren vagyunk, vagy vagy, 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 más ilyen, ilyen környezetben, és akkor beesik egy interjúkérelem, Ebből adódott sok minden. Volt, a, például főleg a, a Covid időszakban volt, hogy hétvégen például a játszótér mellől ö, nyilatkoztam, és ott akkor ugye a Covid időszakban ezek a videóinterjúk, ezek jellemzőbbek voltak és akkor próbáltunk olyan beállítást találni, hogy azért ne látszódjon, hogy játszótér, de körülbelül tizedszerre sikerült, úgyhogy egy gyerek se <laughs> sikolgasson bele a, az interjúba, igen, de volt majd próba fülkéből adtam interjút volt, hogy egy koncertről mentünk éppen haza. Ezek mind hétvégi interjúk, nyilván ezek az egyszerűen a hétköznaponként ugye adott, hogy, hogy honnan az helyszín, vagy ott, hogy koncertről mentünk hazafelé, és akkor egy benzinkúton készültem el, <tosz> <tosz> mert, mert éppen interjúzni kellett úgyhogy, de volt már, hogy hamarabb kellett mennem bölcsibe a kislányunkért, és akkor még, még voltak függőben interjúk, és akkor a bölcsi elé szerveztem az interjút, tehát rugalmasságot igényel azért a munkám. De akkor maximalista is vagy. Abszolút, abszolút maximalista vagyok a munkámban is mindig, igyekeztem a maximalizmusra törekedni, és Pont ezért, egy kicsit azért, amikor amikor visszatértem a, a szóvivői munkámhoz, egy kis nehézséget azért kezdetben ez, ez adott, ha őszinte szeretnék lenni, mert nyilván anyaként már más, szeretnék minél több időt a, a kislányunkkal töl, tölteni, és szeretném azt, hogyha ez minőségi idő lenne. Ezért is, ha a hétfégi interjúkra visszatérve, mindig próbálom mondjuk időre szervezni az interjúkat, hogy ne vegyen el, vagy a családi kirándulásoknál egy olyan köztes helyszínt találni, hogy azért a, azért a családi program ne el. És akkor viszed mindig a laptopot? Viszem, a, viszem a, és a az egy tisztáson a, megáll a család, magammal? miközben kirándultok. Tényleg és... mindenhova viszem magammal. Tényleg? Tényleg. Meg a kis smink táskámat. <laughs> és, akkor belész, és akkor nézed a vádiratokat, meg a sok más egyéb iratot, és akkor abból vágod össze, gondolom. Igen, a... igen, igen. Beszerzem mindig a, az információkat, a kollégák segítségét kérem, ha szükséges, és akkor, akkor össze. Ez egy kemény. kemény. Ö, mit szól ehhez a család? Nagyon támogatóak és, és segítenek mindenben. E szükségem is van erre, hogy tényleg ezt, pont ezt a rugalmasságot ezt tudjam biztosítani. Ehhez szükségem van az ő támogatásukra, párom, főleg a párom támogatására, meg, megértésére. Biztos megért. <laughs> Segítségére. Meg ő is zsaru, nem? Igen. <gül> <gül> hogy ismerkedtetek meg? Mert annak is szerintem van egy sztoriáin, úgy hallottam. Van, 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 van egy történet. nem titok. Van. Nem titok végül is, bár erről még nem beszéltem. De igazából az egész úgy kezdődött, hogy neki, neki megtetszettem a tévében. Nem csodálom. Tetszettem a tévében, és hát nagyon szeretett volna velem megismerkedni. Hát ez nyilván még az így kevés, de, de kiderült, hogy számára egy Jorsan spontán beszélgetés. Nem, nem egy spontán beszélgetés során egészen véletlenül kiderült, hogy van egy közös ismerősünk. És akkor megkérte, hogy na nagyon gyorsan szervezzen egy olyan alkalmat, hogy tudjunk találkozni, és akkor ez a közös barát megszervezte. Nagyon jó. De, de ez a kezdet, igen, így indult. És ebből a szerelemből született a kislányatok, ugye? Igen, igen, Én igen. Most már 3 éves. éves. Sokat kell vele foglalkozni? Igen, persze, természetesen. Igen. Ö, múltkor láttam, miközben készültem belőled, hogy a Mesél a rendőr című műsorban is szerepeltél vele, ugye? Vele, igen, vele szerepeltem. Nagyon, Nagyon jó kis élmény volt mindkettőnknek. <laughs> hogy... Nagyon szépen mesélted neki a, a, a mesét. Ö, de azt is tudom, hogy önkénteskedtél is, és ez az állatokhoz való kapcsolatod szereteteden, szeretedel alapján múlt. Igen, amikor Budapestre kerültem, akkor nem volt még rögtön lehetőségem arra, hogy a kis kutyám legyen otthon, szerettem volna, de hogy erre még nem volt lehetőségem és ebben az időszakban volt az, hogy önkénteskedtem, és egy állatmenhelyre jártam ki hétvégenként, és ott segítettem, amit tudtam, sétáltottam a kutyusokat, szeretgettem őket, ez nekem is nagyon jól esett a lelkemnek, és akkor, amint lehetőségem volt rá, akkor viszont örökbe fogadtam egy, egy kis kutyát. Szutjük. Szutyi, nagyon jól felkészült vagy. Megvan, még? megvan, igen, 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 megvan, és most már nagyon nagy barátságban vannak a kislányunkkal is. Úgy, Jó tesz a gyereknek a, az állathona közelébe. Igen, mi is ezt tapasztaljuk, és nyilván próbáljuk a, a mellett, hogy az állatok szeretete, de hát ez nem is kell, mert azért mióta, mióta így, így pár hetes kora óta, hogy hogy tudta követni a tárgyakat, nem tudom, hát az első dolog szutyika volt, úgyhogy őt nagyon, nagyon szereti, de a, mellett nyilván a felelősség teljes állat, állattartásra is neveljük már most, mert hát ezt nem lehet elég korán kezdeni, de nagyon ügyes, tényleg nagyon, nagyon ügyes. És mi a hobbid? Hogy tudsz kikapcsolni? Én nagyon szeretek sportolni, amire most viszont nem igazán van időm már, már elég régóta így a futás az, ami nekem megmaradt. Én korábban szertornáztam, aztán versenytáncoltam, utána kubai szalszáztam, úgyhogy ezek a táncvonal torna, torna, ez, ez ami hozzám igazán közel állt, de most, most egyelőre azért a futás, és arra is most úgy igazából elég kevés időm van meg energiám, de, de igyekszem azért, azért a sportot mentartani az életemben, amennyire lehet, mert Ez fontos. szerintem már gyermekedet is most sportra neveled, hiszen szoktad magaddal vinni, én olvastam ennek utána, és akkor egy ilyen hátra felrakható kis hátizsák-szerű cuccba viszed, és akkor van egy ilyen torna, vagy igen, egy ilyen jógasszony. Igen, igen jártam, igen. igen, 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 akkor még kisebb volt, és amikor ez a, a, a tál, hordozó. hordozó, igen, hordozós latin tánc, és akkor a babákat a hátunkon ilyen hordozó kendőbe tartjuk, és akkor úgy táncolunk, hát ez nagyon élvezte ő is. Tehát az még kisebb volt akkor, az már régebben volt, most már nagy ehhez. <laughs> és hogy állsz a konyhába, ott is viszed a szót, vagy tevőlegesen is dolgozol? Konyhában Aha. szeretek főzni nagyon, hogyha ez a kérdés. Az a kérdés <laughs> igen, igen. Igen. Kikapcsol, absz, maximálisan kikapcsol, hogy nagyon szeretek főzni. Most már úgy sütni is, <laughs> úgy, hogy, úgy, hogy hétvégenként igyekszem időt, időt szakítani arra, hogy akkor a családnak, hogyha hétközben nem is van rá idő, de hétvégén, mert tényleg számomra is ez egy kikapcsolódás. Jó, van, köszönöm szépen a beszélgetést, örültem, hogy megismerhettelek, és kicsit bepillantást nyerhettünk az életetbe, életetekbe. Köszönöm nézőinknek is a figyelmet. Jövő hét csütörtökön újra jövünk, addig is vigyázzanak magukra. Viszont látásra, viszont hallásra.